Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket az InfoTV Nézőpont című adásában. A mai beszélgetés témájának apropójaként a Világnap számít. Tulajdonképpen december 3-a a fogyatékkal élők világnapja, melynek kapcsán úgy gondoltam, hogy hölgyeket hívok a stúdióba beszélgetni, hogy szót váltsunk arról, hogy vajon Magyar Kanizsa hol tart a fogyatékkal élők védelmének terén, mi az, amiben még lehetne változtatni ezen a helyzeten, és tulajdonképpen mi az, amire büszkék is lehetünk, és amivel el tudunk egy kicsit híreskedni akár a nézőknek. Kérem, hogy tartsanak velem a következő fél órában, hiszen szó esik majd a fénybárka működéséről, a napközi működéséről, és szélesebb körben a fogyatékkal élők védelméről is. A stúdióban az epidemiológiai előírásoknak megfelelően maszkok alatt sok szeretettel köszöntöm Szakács Ibolyát, Gordos Szilviát és Kávai Eleonórát. Mindannyian a Fénybárka napközi képviseletében vannak itt. Arra szeretném kérni Önöket, mert hogy a Nézőpont történetében ritkán fordul elő, hogy ilyen népes számban vagyunk a stúdióban, hogy most egy kicsit rendhagyó módon Önök mutatkozzanak be, hogy mi az a munka, amit ellátnak a napközi keretében. Úgyhogy Ibolya, arra kérlek, hogy akkor kezdjük veled. Milyen feladatkör hárul rád a napközi keretében? Üdvözlöm én is a nézőket. Hát ezt nehéz lenne felsorolni, de megpróbálom. A napközi vezetője vagyok, pszichológusként, ezen kívül minden adminisztrációs és ezzel járó feladatokat elvégzek, és próbálom azt a fajta jókedvet, illetve gördülékeny munkát biztosítani, ami mindannyiunk számára megfelelő. Úgy a felhasználók, mint az ott dolgozók. Nagyon fontos, hogy mindannyian jól érezzük magunkat. Szilvia gyógypedagógus. Igen, és én szeptember óta vagyok jelen a központ életében, és a napköziben a foglalkozásokat én tartom, értelmileg akadályozott és súlyosan halmozott fogyatékosok számára. Jó, és Eleonóra? Az én feladatom pedig a munkaterápia, különböző műhelymunkákat vezetek a napköziben. Azon fölül talán elmondhatom azt némi túlzással, hogy mindenes is vagyok. Jó, ez egy elég széles kör, igen. De feltételezhetjük, hogy a napközi életében az apró cseprő dolgokból is sok van. Igen, és bárhol, fontos. Ahol szükség van a segítségre, ott jelen vagyok. Ott ellátják. Szilvia említett két olyan kifejezést, megfogalmazást, ami nem azonos az én megfogalmazásommal. Én azzal éltem, hogy fogyatékkal élők. Tisztázzuk le egy kicsit a kifejezést. Mi az, amit hát úgymond politikailag korrekt, társadalmilag korrekt használni erre a társadalmi rétegre, erre a csoportra? A mostani kifejezések, amiket használunk, tanulásban akadályozottak. Tehát ők az enyhe értelmi fogyatékosok kategóriába tartoznak. Az értelmileg akadályozottak, ők már a középsúlyos értelmi fogyatékosok, és a súlyos és halmozottan sérült értelmi fogyatékosok. Tehát és ezek a kategóriák. Ez a három kategória kortól független kategória, így van, tehát így tanulásban van. Akadályozott kifejezést használhatjuk azokra is, akik már felnőtt korban vannak. Így van. Így van. A fogyatékkal élő kategória, vagy megfogalmazás sértő? Nem. Nem. Ja. Akkor maradjunk ebben, jó, ez rendben, a legkönnyebb. Rendben. És akkor egy átfogó kategóriát teremtünk. Akkor ehhez szeretnék hozzátenni csak egy mondatot, mert fogyatékkal élő kifejezést használtad, és amikor fogyatékosokkal beszélgettünk egyik alkalommal, akkor az egyik fogyatékos ember azt mondta, hogy ő jobban szeret a feleségével együtt élni, mint a fogyatékosságával. Tehát, hogy... Nem sértő egyáltalán egyik kifejezés sem. Én legszívesebben a fogyatékos embereket, sőt legszívesebben egyáltalán nem kategorizálok, azt használom, azt próbálom érvényesíteni, hogy nincs különbség. És ha már nálad a szó, Ibolya, akkor arra kérlek, hogy röviden vázold nekünk a napközi adatait és a napközi működésre vonatkozó legfontosabb információkat. A Szociális Védelmi Szolgáltató Központhoz való viszonyát a napközinek, a felhasználók számát, esetleg az ott dolgozók létszámát is. Azt hiszem, hogy az elejéről kell kezdenem, mert tulajdonképpen elég sokszor zavar van ezekben az elnevezésekben.
Ha azt mondom, hogy Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, illetve a telefonba úgy jelentkezünk be, hogy Szolgáltató Központ, akkor előfordult már, hogy letették a telefont, mert azt mondta, hogy a bárkát kereste, vagy le akarta tenni a telefont az illető. Tehát fénybárka csoportosulás a Hit és Fény csoporttal indult 1998-ban. Onnan kezdődött. Heti két alkalommal, két óránként egy helyen összegyűltek kisebb csoportban, akkor még 7-8 felhasználóval, Védenccel, így neveztük akkor őket. Ez akkor még olyan szinten volt, hogy tényleg csak keresték a helyüket. 2002-ben megalakult az Együtt Veled Értük Egyesület, amikor már kezdett egy kicsit komolyabb keretek közé kerülni a fénybárka napközi. Itt lép a képbe az önkormányzat, aki a kezdetektől kezdve támogatta ezt a formát, ezt a napközinek a létét. 2009-ben pedig az önkormányzat megalapította a Szociális Védelmi Szolgáltató Központot, és így teljes a kép, és ezzel büszkélkedhetünk, mert Vajdaságban az első önkormányzat volt, aki a fogyatékos napközit létrehozta saját intézményeként. És az se elhanyagolandó, hogy van egy intézmény, és van egy civil szervezet, akik együttműködése szinte garancia a sikerre, ahol az intézmény nem tud megfelelő mechanizmusokat beindítani a működtetés támogatására, ott van a civil szervezet. Például pályázatokon való részvételkor. Igen, nagyon fontos. Tehát nem csak egy civil szervezet van a központ keretein belül, van 8, nem sorolnám most őket, többen vannak, de az Együtt Veled Értük a legaktívabb, és valóban a működést, a napközinek a működését, a fénybárka napközi működését azt teszi lehetővé, hogy ez a két szervezet együtt működik. Mert csak a Szociális Szolgáltató Központ nem tudja biztosítani a megfelelő, így mondom most, mennyiségű munkaerőt, amennyire szükség lenne, és ezt tudja biztosítani az Együtt Veled Értük Egyesület, szintén önkormányzati pályázatból. És akkor még egy kiemelkedő pontra térjünk ki, mégpedig, ha jól emlékszem, akkor a tavalyi év folyamán megvalósult Horgoson is a napközi, ami gondolom szintén egy csúcspontnak számít a napközi, illetve a központ életében, hiszen az ott élő felhasználókat is fel tudtátok így keresni, kutatni és foglalkozni velük. 2018-ban most megint azt kell mondanom, hogy az önkormányzat jó voltából sikerült Horgoson is megnyitni a napközi otthon, ahol a Horgoson élő és a környezetében élő, tehát Kispiac ide tartozik még jobban, ők az ott élő felhasználóinkat tudtuk abban a napközibe sokkal kényelmesebben és sokkal kevesebb anyagi eszköz megvalósításával bevonzani a napközibe. Az a napközi is ugyanazokkal a feltételekkel működik, egy kicsit kisebb létszámban, mint a magyar kanizsai, de ugyanazok a feltételeket tudja biztosítani. Természetesen a munkaerőt ugyanúgy a Szolgáltató Központ, illetve az Együtt Veled Értük biztosítja ott is. Nagyon nagyszerű dolog ez, és ezen kívül meg kell említenem, hogy most az idei évben ugyanott a horgosi napköziben elindult a tanoda, ami a horgosi általános iskola alsósainak a bevonásával egy délutáni foglalkozás. Igaz, hogy még csak hetente két alkalommal, de délutáni foglalkozás, és a fogyatékosokon kívül, tehát azokon kívül, még a roma populációból is vannak ott felhasználók. Hát ha már adott a hely és a helyiségek, akkor ne maradjon ki használatlanul. Hát igen, de azért ez sok mindent von magával, ugyanis hogyha minden nap tudnánk biztosítani a felhasználókat vagy a védenceket, minden nap jönnének is, viszont a munkaerő az, ami egy kicsit megoldatlan még, de dolgozunk rajta. És hadd említsem még meg azt, hogy a horgosi napközinek a működését egy IPA pályázat is lehetővé tette, azon kívül, hogy az önkormányzat is segíti továbbra is.
2018-ban volt egy nagyszabású határon átívelő pályázat, ami 2019 áprilisában be is fejeződött, sok mindent hozzá tudott tenni a napközink, mindkét napközének a működéséhez, és örömmel jelenthetem, hogy 2020. október 1-én ugyanennek a pályázatnak a második körét elkezdtük. Nagyszerű, hát ehhez csak gratulálni tudunk. Köszönjük. A munka a napköziben hogy valósul meg? A munkaterápia szót már említettük, a foglalkozás vezetői titulust is említettük. Amikor a felhasználók megérkeznek a napközibe, akkor rögtön aktivitás fogadja őket? Meghatározott ritmusa van a napközis ellátásnak. Érkezés után először ugye az étkeztetés, egy reggelivel indítunk, utána az önálló életvezetés program vagy műhely munkának számít már az is, ugye, hogy bevonjuk őket a mosogatásba, a konyhának a rendezésébe a reggeli után, aztán egy csoport rögtön elkezd már készülni a zsuzsonnára, és aztán ugyanaz a csoport lesz majd az, aki majd az ebédnek a felszolgálását és az utána való teendőket elvégzi. Ez már maga egy foglalkozás, vagy egy műhely munka, ugye, ahogy említettem, az önálló életvezetés címszó, vagy megnevezés alatt működnek a konyhás, mi így nevezzük a konyhás felhasználók. És akkor tulajdonképpen házi munkákban tulajdonképpen igen, tehát azt, ami egy... ahogy a nevében is megfogalmazódik, vagy benne van, önálló életvezetés. Tehát ami az önálló élethez szükséges, azok a feladatok, azokat ebben a műhely munkában tanulják meg ellátni a fiatalok, akár egy étkezésnek az előkészítése, akár az utána való teendők, a takarítás is ide tartozik, akár a szanitáris résznek, vagy a napközinek a föltakarítása, ebben mind be vannak vonva a felhasználók is. Van egy kis ráhangoló rész utána a reggeli után, amivel ráhangolódunk tulajdonképpen a foglalkozásra, mi ezt beszélgetőkörnek nevezzük, ami alkalmával felszínre kerülnek mindazok a dolgok, amelyek a felhasználókat foglalkoztatják. Ez az, ami aztán a napnak a további részét is egy kicsit meghatározza, mert minden alkalommal ezeket tehát hogy milyen hangulattal érkezik egy-egy felhasználó az intézménybe, milyen aznap az egészségi állapota, ezt itt föl lehet mérni, és ezeket mindet figyelembe véve lehet aztán a napi foglalkozásokat levezetni. A beszélgető kör után indulnak a különböző műhelymunkák 9-től 12 óráig egy rövid kis uzsonna szünet beiktatásával. Ezeket a foglalkozásokat talán két részre lehetne bontani, tehát van ez a foglalkozás terápia, amikor is valamiféle kreatív tevékenységbe, munkavégzésbe, szószoros értelembe vett munkavégzésbe tudjuk bevonni a fiatalokat, viszont van a szociokulturális rész is, amikor bizonyos felhasználók esetében nem tudunk másra törekedni, csak arra, hogy kellemessé és hasznossá tudjuk tenni az ott eltöltött időt, azon fölül, hogy az alapszükségleteiket ki kell, hogy elégítsük, vagy elégítsük ki. Én ugye inkább a munkaterápiás résszel foglalkozom. Ide azokat a fiatalokat tudjuk bevonni, akiknek ezt az egészségi állapota lehetővé teszi. És azokat, akiknek, vagy akiknél van lehetőség arra, hogy esetleg a fizikai és akár a lelki
állóképességüket, vagy szellemi állóképességüket fejleszteni, vagy javítani. Konkrétan milyen foglalkozások? Javítani tudjuk. Ide sorolható akár a kertészet, ahol napi szinten, mondhatom azt, hogy akár komoly fizikai munka is folyik, azzal, ahogy magát a környezetünket rendbe tartjuk. Szabadföldben is vannak veteményeink is, termesztőasztalokon folyik dísznövényeknek is, és haszonnövényeknek, konyhakerti növényeknek a termesztése is. És ez bizony, hogy fizikai állóképességet is föltételez, vagy igényel ez a munka. A növényekről, a környezetünkről, a kertünkről napi szinten gondot kell viselni. Ehhez sok esetben olyan mozdulatok társulnak, amik nem jellemzőek általában az ő életükre, igen. Tehát sok esetben a család is kíméli ezeket a fiatalokat. Holott képesek többre is. Itt le kell hajolni, meg kell fogni, el kell végezni, bizonyos feladatokat kitartóan kell végezni, bizonyos feladatsorokat be kell gyakorolni, és ez az, ami kihívás elé állít bennünket, ami azt feltételezi, hogy ott van mögötte egy állandó motiválás, ott van mögötte azt, hogy ezeket a foglalkozásokat változatossá kell tenni, hogy örömmel legyen a felhasználónak, hogy meglegyen a sikerélménye, tehát a képességeihez mért feladatokkal kell megbízni, annak érdekében, mert hogy meghozza a várt eredményt, hogy meghozzák a várt eredményt ezek a fognak. A kertészkedés mellett egyéb foglalkozások is zajlanak, megszépült a stúdiónk. Igen. A fénybárka felhasználóinak és vezetőinek köszönhetően, nagyon szépen köszönjük. Ez egy gölöncsérműhelyben készült Igen. alkotás, kiegészítve ugye a növényekkel, amikről már az előbb szótejtettünk, de akkor térjünk vissza a kerámiára, vagy térjünk át a kerámiára. Igen, hát ne csak a kerámiára talán, mert nagyon széles körű a paletta, amivel dolgozunk, illetve azok a lehetőségek, amely műhelymunkákba fiatalokat be tudjuk vonni. Ugye az egyik, ahogy az imént említette is, a gölöncsérműhely, de van varróműhelyünk is, van papírműhelyünk is. A varróműhely termékeit azt láthatják a magyar kanizsaiak is, hiszen bevásárló szatyrokat lehet nálatok beszerezni. Igen. És igen. A papír? Ugye? A papírműhelyben kreatív foglalkozás folyik, festés, vágás, ragasztás, de ide tartozik akár még a gyöngyfűzés, a különböző kis textíliákkal, bőrrel való foglalkozás is. Tehát ahogy említettük, ugye a varróműhely, a Horgosi napköziben indult a gyertyaöntő műhely, a kertészethez kapcsolódóan gombatermesztéssel is próbálkoztunk már szintén a Horgosi napközi keretén belül. De ugyanakkor ott vannak a napközis foglalkozásokat, amit ugye már gyógypedagógus vezet. Igen, ez a következő témánk. Igen, és ami ugye a szabadidő hasznos eltöltésén túl bizonyos képességek, funkcióknak a fejlesztésén, bár sok esetben ugye már nem beszélhetünk fejlesztésről, mert olyan egészségi állapotban vannak a felhasználók, hogy a fejlesztést már nem igen teszi lehetővé, sok esetben olyan korban vannak már, hogy nem fejlesztésről, inkább az állapotnak és a funkcióknak a fenntartásáról lehet szó. Gyógypedagógusként a foglalkozásokat kiegészítve milyen tevékenységeket tud lefolytatni a felhasználókkal? A napköziben zajló tevékenységek közé általában ugye a képességeknek és a készségeknek a fejlesztése, ahol még fejleszthető, valamint a szinten tartása történik. Itt különböző foglalkozásokat tudunk bevezetni a nap folyamán a fiataljainknak,
mégpedig aktív-passzív szókincs bővítése, fejlesztése, amelyek általában képek segítségével, képsorozatok segítségével, dalocskák segítségével történik. Azon kívül finom motorika, grafomotoros fejlesztés, ami képzőművészeti tevékenységekkel végezhető el. Itt gondolok a tépéstől kezdve a vágásra, a ragasztásra, még azokkal a fiatalokkal is, akik mozgáskorlátozottak, tehát azokkal is ezeket a feladatokat segítséggel el tudjuk végezni. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ők saját maguk próbálkozzanak meg ezekkel a dolgokkal, hogy mindezt el tudják végezni persze segítséggel, még hogyha nem is tudja megfogni azt a papírt, de vannak különböző olyan módszerek, amelyekkel rá tudjuk segíteni ezeket a fiatalokat, hogy tudjanak ragasztani, például aki meg tudja fogni csippentéses módszerrel, vagy a tapasztásos módszerrel, amikor bevizezzük az ujjukat, és a papírdarabokat oda tudja megfelelő helyre ragasztani. És nagy sikerélmény a számukra, hogyha látják a papíron, hogy saját maguk valamit meg tudtak csinálni, el tudtak készíteni, és nagyon nagy öröm ezt látni számomra is, hogy hogy tudnak ők ennek örülni, hogy egy papírlapra valamilyen nyomatékot tudnak hagyni, amit ők segítséggel el tudtak készíteni. Azon kívül zenés foglalkozások is történnek a napköziben. Szilvia neve összefonódott a karmesterséggel, illetve akik követik a fénybárka tevékenységét, tudják, hogy a szinkottás feldolgozása a daloknak az hozzákötődik. Igen. Hát a szinkottával legfőképpen tanulásban akadályozott fiatalokkal tudok foglalkozni. Itt azért ugye fontos az is, hogy valamiféle ritmus érzéke legyen a fiatalnak, de viszont a kottát nem kell, hogy ismerjék, mivel a szinkotta már a nevéről is mondja, hogy ugye a hangoknak a magasságát színekkel jelöljük, és a hangoknak a hosszúságát, a hangjegy értékeket, azt pedig korongokkal jelezzük a fiatalok számára, tehát itt sokkal érthetőbb a számokra, és követhetőbb. Tehát itt még a színeket sem kell, hogy tudják megnevezni, csak azonosítani, hogy ez az én színem, és ezzel kell, hogy játsszak. És nagyon szeretik, tehát nagyon szerették ezeket a foglalkozásokat, nagyon szerették a föllépéseket. Itt is attól függ, hogy milyen korosztállyal foglalkozunk. Itt a bárkában a fiatalok a szinkottát nem igazán tudták követni, tehát itt inkább arra szorultak, hogy én mutassam nekik, hogy ki az, akinek játszani kell, és ki fog következni, tehát úgymond a ritmust, a tempót, mindent nekem kellett nekik mutatni, viszont az általános iskolában ott szinkotta szerint játszottunk, és ez így követhető volt a számukra, és ezt bárkinek ajánlom, aki nem tudja megtanulni az ötvonalas vonalrendszert, és abból leolvasni a megfelelő dallamot, és ugye ugyanúgy a ritmust, mert felszabadít, tehát annyira jó érzéssel jönnek a próbákra, nagyon-nagyon szeretnek együtt muzsikálni, vidámabbak lesznek, tehát a zene az annyi mindenre jó, hogy... És gyógyító hatása van, mindannyian tudjuk. Szóba kerültek olyan foglalkozások, ahol, és mindegyik kapcsán megfogalmazták mindannyian, hogy amikor van a munkájuknak látható eredménye, ez az eredmény, ha gyorsan látható, kezem alatt formálódik az agyag, képes voltam odaragasztani, kialakult, megtudtuk a zenét valósítani, és mi produkáltuk, ezek gyors visszajelzések. Hát a kertészetnél egy kicsit később, de ott a türelmet tanulják, viszont én ezt most szeretném megfordítani, és megkérdezni, hogy mi az önök motivációja? Hol a sikerélmény ezen a munkahelyen, amit kívülről nézve nem tartunk egy nagyon vidám munkahelynek? A közösségünk szerintem még nem tudja annyira, mert nincs belátása, hogy hogy zajlik az élet, és hogy hát nem szomorúság van a fénybárka falain belül, annak ellenére, hogy fogyatékkal élők vannak ott túlnyomó többségben. Hát igen, a fiataljaink között, ugye, akik tanulásban akadályozottak, ott hamarabb jön a sikerélmény bármilyen foglalkozás során. Az értelmileg akadályozott fiataloknál viszont igen, később jön. De nekem az a célmottom, hogy minden, bármilyen kis mozzanat, amit ő ott felém, azt én pozitívnak értékelem és megdicsérem,
attól függetlenül, hogy én most ezt értem, az ő közeledését vagy nem, ez őt arra ösztökéli, hogy minél jobban próbálja jobban kifejezni magát bármilyen hanggal, arckifejezéssel, és ezt ő sikernek éli meg. Habár ugye nekünk vannak, amikor évek sorra el kell, hogy teljen, hogy valamilyen sikerélményünk legyen, igen, most ez megvan, most megcsinálta azt, amit szerettem volna. De ez mind kitartás. Én azt mondanám ehhez, hogy néhány éve már a közmunkában részt vesznek nálunk kívülről jött emberek, tehát nem olyanok, akik szakemberek, hanem közmunkában részt vesznek. És most büszkén mondhatom, hogy az egyikük azt mondta, hogy ő bármit megcsinál, csak itt lehessen közöttünk. Tehát ez egy olyan jelzés volt a munkatárs részéről, ami azt bizonyítja, hogy mi egy vidám jó közösség vagyunk. Szorosan összetartozunk, segítünk egymásnak, és ahogy ott az elején is mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a felhasználóink jól érezzék magukat, de az is fontos, hogy mi, akik ott dolgozunk, jól érezzük magunkat, elvégre az életünknek az egyharmadát ott töltjük. A munkaterápia kapcsán ott egyértelmű és kézzelfogható eredményei vannak ugye az elvégzett munkának. Az ő örömük, az ő sikerük, az a mi örömünk és mi sikerünk is. Ehhez itt azt hiszem még azzal tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy az átlagember, a közösség, amiben élünk, hogy őnekik is örömet hozunk, az, hogy ezekkel a termékekkel, ezekkel a terápiás produktumokkal próbálunk minél szélesebb körben megjelenni. Akár ajándékozunk, akár eladásra tudnak most már vásárolni, rendelni nálunk bizonyos termékeket. Én azt hiszem, hogy ez is az, ami azután motivációt ad, hogy nyitott a közösség, amiben élünk, van érdeklődés, kíváncsiak a munkára, hallottak rólunk is, ellátogatnak hozzánk, nagyobb rendeléseket kapunk. Igen, én azt hiszem, hogy ez egyfajta elismerése a munkának és az eredménye. Nagyon érdekes, hogy mindhárman különböző területet fogtak meg. Ugye a közösség visszajelzése, a benti munka jó hangulata és a felhasználók részéről érkező pozitív visszajelzések. És akkor most a másik vetületét is próbáljuk megfogalmazni. December 3-a, ahogy a bevezetőben mondtam, a Fogyatékkal Élők Világnapja. Ez az a nap, amit 13 éven keresztül úgy ünnepelt az Egyesület, hogy színpadon és a Művészetek Házában, és egy olyan programmal, melyen bárki részt vehetett, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokak számára feltöltődést jelentett. Mindig telt ház volt, most a 14. alkalom az aktuális rendelkezések miatt csak az ekránon, a képernyőn keresztül tudott megvalósulni. A Fénybárka Facebook oldalán megtekinthető ez az összeállítás, aminek a premierje ugye december 3-án volt, de bárki számára most is megnézhető, egy fél órás programról van szó, melynek keretében volt egy képes zenés összefoglaló a Bárka életéről és hétköznapjairól. Mindaz, amit ott fényképen lehet látni, az most szóban el is hangzott, hogy a foglalkozások hogy történnek, és akkor én ennek kapcsán tenném fel azt a kérdést, hogy vajon, mert sosem elég, és örülök, hogy úgy ítéli meg Nóra, hogy egy befogadó és nyitott közösség vagyunk, de sosem elég az érzékenyítés. Biztos vagyok benne, hogy még vannak olyan társadalmi rétegek, akik előítéletekkel fordulnak, akik nem mernek oda nézni, akik elutasítanak. Vajon hol a kulcsa az érzékenyítésnek? Hogy lehetne még nyitottabbá tenni a közösségünket? Csak egy példát hadd mondjak erre. Egy nagyon egyszerű példát. Szintén műhely munka keretén belül zajlik a sport és rekreációs tevékenység. Talán egy lépés ez is, hogy megjelenünk az emberek között. Heti egy alkalommal van egy nagy sétánk vagy kirándulásunk, és ott vagyunk az emberek között. Ott vagyunk a piacon, ott vagyunk a
a bevásárlásoknál, ott vagyunk a népkertben, ott vagyunk a rendezvényeken, ott vagyunk a kirándulásokon, ott vagyunk minden megmozduláson, amit akár különböző szervezetek vagy az önkormányzat szervez, és ezeken mind jelen vagyunk, és megmutatjuk magunkat, és már nem elfordítják a fejüket, visszaköszönnek, vagy előre köszönnek az emberek. Most már. Igen, tehát ez hosszú évek munkája van ebben. Hosszú évek munkája van ebben, hogy az első találkozás már nem ijegységet szül, és nem az előítéletek azok, amik előtérbe kerülnek, hanem ez a nyitottság, ez a befogadás. Ezt egy nagyon pozitív dolognak tartom, és egy lépésnek talán a sok közül. Közösség. Én úgy gondolom, nyitott, elég szépen nyitott most már ez a kanizsai község a fiatalok iránt, de viszont nagyon fontosnak tartom, hogy minél hamarabb megtörténjen ez az érzékenyítés, amire már volt is példa. Óvodából jöttek különböző foglalkozásokra, kézműves foglalkozásokra, valamint a zenekarral is jöttek föllépni velünk óvisok az iskolából. Tehát volt több olyan pedagógus, aki nyitott volt a mi közösségünk felé, és elhozta a gyerkőcöket különböző foglalkozásokra, ahol az első találkozás igen, a gyerekeknek rémisztő volt, tehát mondhatom, volt riadság, volt sírás, de nem adták fel. Ez elég nagy munka volt a pedagógus számára, mert ugye utána, amikor visszaértek az óvodába vagy az iskolába, mert tőlünk nem kérdeztek, mi meséltünk róluk, mutattuk, mi mivel jár, a kerekesszék nagyon érdekes volt nekik. De viszont azok a fiatalok, akik a kerekesszékben ültek, mozgáskorlátozottak voltak, vagy nem tudtak beszélni, vagy csak hangokat adtak ki, azok a gyerekek számára nagyon riasztóak voltak. És azután ez egy nagy feladat volt a pedagógus számára, hogy ezt lebeszélje a gyerkőcökkel, elmondja nekik, hogy feldolgozzák. Utána a szülők felől is, ami visszajelzés jött. De hál' Istennek elég pozitívan vették a szülők ezeket a találkozásokat, és engedélyt kaptak rá. És én úgy érzem, hogy azok a gyerekek, akik itt többet találkoznak, a mi fiataljainkkal sokkal elfogadóbbak, empatikusabbak lesznek ezek a fiatalok iránt, megismerik őket, és későbbiekben majd, ha megnőnek, akkor nem úgy néznek már rájuk, hogy Úristen, akkor most mit fog velem tenni, vagy mire számíthatok, hanem már tudja, hogy hogyan tud viszonyulni egy fogyatékos gyermek, ember felnőtt felé. Nagyszerű. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Én csak még itt kiemelném ezt, amit a Szilvia mondott, ebbe az egy szóba belekapaszkodnak, hogy az ismeret. Az ismeretnek a hiánya az, hogy tájékozódjon, hogy legyen tapasztalata egy-egy fogyatékkal élő embernek. És most ez az IPÁS projekt is nagyon, nagyon hasznos lesz ebből a szempontból, hogy különböző fórumokat szerveznek ebben a témában. A segítő szakembereknek, a szülőknek, a pedagógusoknak, a munkáltatóknak, magának a fogyatékosnak, és a családjának. Családjának, a laikusoknak, tehát az egész környezetnek. Van egy közönség, akivel itt foglalkozni van. Kell. Igen, és ezt az egészet, most ez a projekt éppen egy egészé fogja össze, és ez azt hiszem, hogy ez is egy nagy erőre lépést tud majd hozni. Mindenképpen. Én azért így elmondanám, hogy Magyar Kanizsa lakossága jelesre vizsgázik az elfogadásból. Én ezt tapasztalom. A 22 évvel ezelőtti dolgokra... Helyzethez képest? Igen. Helyzethez képest nagyon is jól. Tehát emlékszem az első sétánkra, ami nem ilyen rózsaszín volt, mint amilyet most lefestettünk, de azóta nagyon sok minden történt. És valóban az, hogy köszönnek nekünk, az, hogy észrevesznek bennünket, mert ez egy nagyon fontos dolog, a fogyatékos ember általában láthatatlan egy, ember. Pontosan. De hát még nagyon sok helyen nem is tudja a szomszéd sem, hogy fogyatékos ember él a családban. Mi már láthatóvá tettük a fogyatékos embert, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy látszódjunk és észrevegyenek bennünket. És az, hogy az utcán nem nekünk köszönnek, hanem nekik, azt hiszem, ez
óriási dolog. Szép visszajelzés. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Biztos vagyok benne, hogy ha már az informálásról és a tájékoztatásról van szó, akkor ezzel a fél órával is hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a nézőink körében minél többet megtudjanak a napközi működéséről. Kellemes adventi időszakot kívánok Önöknek, és nagyon szép karácsonyt! Köszönöm szépen! Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Advent időszakában különösen fontos, hogy egymás felé szeretettel és toleranciával forduljunk. Gyakoroljuk ezt ebben az időszakban is. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, a jövő héten szernyelvű adással várjuk Önöket.